Soron kívüli testületi ülést tartott a Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napi rendeket. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Igen, egyhangulag elfogadtuk. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata a mai testületi ülésre? Nincs? Akkor szavazásra teszem föl a teljes napirendet, tehát aki ezt elfogadja, az kérem jelezze. Igen, egyhangulag került elfogadásra. Javaslom, hogy a 3-tól 7-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. paragrafus második bekezdés C pontja értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartásra jelezze. Igen, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk. Javaslat az átkertek infrastruktúrális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. Gyakorlatilag a mai képviselőtestületi ülést elsősorban emiatt a pályázat miatt kellett összehívnunk, hiszen a határidő a pályázat benyújtására szeptember 9-e, amelynek tartalmaznia kell természetesen a képviselőtestület határozatát. Gondolom az anyagot mindenki megkapta, átnézte, egyértelműen jelezve van az, hogy melyik további utat szeretnénk felújítani ebből a pályázati pénzből, természetesen arra figyelve, amit maga a pályázat is elír, hogy előír, hogy rendszerben kell gondolkozni, tehát a már meglévő fejlesztésekhez kapcsolódnia kell, illetve valamilyen szinten ennek a zúzott köves vagy murvás útnak el kell érnie aszfaltozott utat. Tehát a jelzett út az, amely minden feltételnek eleget tesz, és természetesen olyan út is, amely aztán további kerti megközelítéseket tesz lehetővé, teljesen jól megközelíthető módon. Kérdezem, hogy a kiküldött anyaggal, illetve a pályázattal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem. Javaslom elfogadni ezt a pályázati lehetőséget, ezzel is fejlesztve a zárt kertek megközelítését. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, egyhangulag került elfogadásra. A második napirendi pontunk, javaslat a Karcag Táncsics körút 15, földszint 1-es ajtó alatti helység a karcagi tankerületi központ részére történő térítésmentes használatba adásról szóló 210/2016-os határozat módosítására. Ugye a tankerületi központ használja ezt a jelzett ingatlant, és itt a hosszabbításáról fogunk dönteni, hiszen egy meglévő szerződés még érvényben van. Ennek a hosszabbításnak az időpontja pedig 2024. december 31-e. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy kérdés, hozzászólás, Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, a jegyzőasszony, képviselőtársak, kedves televíziónézők. Az ülés előtt a pénzügyi fejlesztési bizottság ülésezett, és ezt a napirendi pontot megtárgyalta, egyhangulag támogatta, és a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra. Szavazzunk, aki egyetért vele, jelezze, igen, egyhangulag került elfogadásra. Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját. Tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy legközelebb 2021. augusztus 19-én csütörtökön 10 órai kezdettel ünnepi önkormányzati ülésre kerül sor, majd a munkaterv szerinti következő testületi ülésünk 2021. szeptember 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel fog kezdődni. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy erre a szeptember 30-ai ülésre van-e valakinek napirendi ponti javaslata. Természetesen nem kötelező, hiszen ott is ülés napján is lehet napirendi pontot felvetetni a testületi ülés anyagában. Ha nincs, akkor tisztelt képviselők, megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, aktivitást, a kedves televízió nézőknek a figyelmet. A mai testületi ülést bezárom. Köszönöm szépen.